Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna egyfajta ilyen figyelemfelhívó videója azzal kapcsolatban, ami mostanában beindult, megyeget, így végre egy gondolat a játékosok közül, hogy itt az ideje, hogy a játékok, amiket készítenek a fejlesztők, igazából ők is csak kis emberek. Azok a nagy cégek, akik fölöttük vannak, azok ne kaszálják el, és süllyesztőbe bedobni így a kukába ki. Szóval jóformán miről van szó? Van ez az ilyen Stop Killing Games iniciatív, ilyen kezdeményezés. Erre szeretném a figyelmeteket fölhívni. Itt szerintem tök jól le is írja az oldal, szóval nem is az én szavaimmal mondanám, maximum kiegészíteném, hogy miről van szó. Ez az oldalt annak a valós életbeli kezdeményezésnek szenteltük, amely megállítani szándékozza azon kiadói gyakorlatot, miképp az eladott videójátékaik távolról deaktiválják. A játék, ami beindította ezt az egész felháborodást, ott a következő történt. Ugye a Ubisoft adta ki a Crew nevű játékot, és azt csinálták, hogy oké, leállították a szervereket. Ez azt jelenti, hogy online nem tudsz játszani a játékkal, rendben van. Ettől függetlenül ez egy olyan játék, aminek van single player, azaz egyszemélyes offline része is, legalábbis elméletileg így kéne, hogy működjön, de a következőt is csinálta az Ubisoft készítői, hogy azt mondták, hogy hát mi bizony akkor leállítanánk a teljes aktiválási rendszerét is a játéknak, szóval hiába volt meg neked eredetibe a játék, attól függetlenül nem tudtad föltelepíteni és nem tudtál vele játszani. Ezzel kinyírták annak a lehetőségét is, ami a Crew lezárása, az online lezárása után beindult, hogy játékosok elkezdték módolni a játékot, hogy visszahozzák a játéknak ugyanazt az aspektusát, amit a Ubisoft már nem szeretne szolgáltatni az embereknek. Gondolok itt még akár az online szerverekre is, amiket emberek úgy döntöttek, hogy saját költségükre, saját idejükből összehozzák, hogy meglegyen. A Ubisoft ezt az egészet fogta és elkukázta és ellehetetlenítette az embereket. Ezen kívül rengeteg másik játék is van, amelyiket fogták, és nem csak, hogy nem tudsz vele játszani, nem is tudod már megvenni se, hogyha esetleg szeretnél vele játszani, és nem is kell hozzá feltétlenül szerver. Most előjöhetnétek azzal így fiatalok, hogy jó, de ez engem most miért érdekeljen, a fiatalabbakat miért érdekel? Én is még relatív tök fiatal vagyok, de már számomra is vannak olyan játékok, amik ilyen nosztalgia faktor a régi időkből. Illetve most, ha ti 10-valahány évesek vagytok, technikailag ti ezt a petíciót nem írhatjátok alá. Tehát 18 plusznak kell lenni, szavazói jogod kell, hogy legyen, hogy aláírhassd ezt a petíciót. Minden esetre, abból a szempontból jó, hogyha minden fiatal tudja, és a 18 pluszos személyek is tisztában vannak ezzel, hogy jelenleg nincsen semmilyen szabályozás a videójátékiparban, illetve sem a szoftveriparban nagyon. Tehát nem nagyon vannak ilyen fogyasztóvédelmi szabályok. Emiatt voltak éppen mindenki szinte azt csinál, amit akar. Vannak nagyon felületes szabályok, hogy miket kell betartaniuk, de azok már a régi múltbeli dolgokra érvényesek. Tehát nem a mostani világra, mostani telefonokra, mostani számítógépre. Még akkoriban, amikor ezeket a törvényeket hozták, amik jelenleg érvényben vannak, akkoriban még örültek annak, hogyha egyáltalán számológépet tudnak használni egy számítógépen. Nemhogy még ennyire komplex játékokat. És itt van, most hozok egy olyan példát, amit akár mindenki ismerhet itt a csatornán. Itt van a Seven Days to Die. Még mielőtt az 1.1-et kiadták volna, a PlayStation 4-re és az Xbox 1-re ugye kikerült ez a játék. Tehát konzolon is elérhető a Seven Days to Die. Viszont azt mondták, hogy hát úgy néz ki, hogy ugyan kiadtuk ezt a félkész játékot, ugyan megvettétek ezt a félkész játékot, ugyan megígértük, hogy ez a félkész játék majd kész lesz egyszer. Hát kurvára nem. Az lesz, hogy akkor figyeljetek, sajnáljuk, de most akkor levennénk az üzletből, és nem lehet többet se PlayStation 4-en, se Xbox 1-en ezt a játékot megvenni, és nem is lesz befejezve se PlayStation 4-en, se Xbox 1-en. És még van pofájuk azt bejelenteni, erről nem is hallottam egészen eddig, a technikai okok miatt és a konzolok gyengesége miatt nem fogjuk fejleszteni a régi változatot. A régi változatnak, akiknek megvan a régi változat, azok megvehetik az új címet. Együtt dolgozunk a Sonyval és Microsofttal, hogy esetleg leértékelve vegyék meg a kurva játékot. Újra! Pofám leszakad! Mi ez a hozzá? Ez mi?
És ez csak egy a sok közül, tehát itt van egy Delisted Game, ez mindezt ezt listázza, hogy milyen fasságok mennek itt a világunkba a videójátékokkal kapcsolatban. Egyre több videójátékot adnak el úgy, hogy azok teljesen használhatatlanok legyenek mindenkinek, amint a kiadó általi támogatás leáll. Egy gyakorlat jogszerűségének kivizsgálására még nem került sor a világszerte, és sok kormánynak nincs ezzel kapcsolatban világos törvényei. Persze, mert az összes mindenki, aki jóformán a vezetőségben van világszerte, azok akkor még nem éltek, amikor az Intel kiadta az Inter E-Core. Nem, éltek akkor már, amikor az Intel kiadta a Core processzorjait. Minket, ami érint, ez az EU-s petíció, ami itt van. Kiválasztjuk Magyarországot, és akkor utána átvezet minket egy másik oldalra. Ne ijedjetek meg attól, hogy ez most itt angolul van, nem tudom, hogy ez magyarul elérhető. Ott is van, nagyon jó. Oké, megijedtem egy pillanatra. De mindegy, kiválasztjátok, hogy Magyarország, és akkor onnantól kezdve kitöltitek itt ezt az egészet. Tehát az első az a személyazonosító okmányod. Erre azért van szükség, hogy ellenőrizzék, hogy ténylegesen aláírhatod-e ezt a petíciót, elég idős vagy-e. Illetve ez még abban is segít nekik, hogy kiszűrjék a botokat, amik ilyen, tudjátok, ilyen hamis aláírások, hogy befolyásolják az ilyenfajta petíciókat. Keresztnevetek, családnevetek, ez, hogy nem vagytok robotok, elfogad, és készen is vagytok. És itt megláthatjuk is, hogy mennyien írták alá eddig a petíciót melyik országban. Nemzetközi tanulmányokat végzett partnerem azt tanácsolta, hogy legyen egy ilyen szekció is a videóban, hogy mi is ez a petíció, mi is ez, amit aláírtok. És ő megírta nekem, hogy ezt olvassam föl számotokra, hogy értsétek, hogy miről van szó. Az európai polgári kezdeményezés lehetővé teszi, hogy az uniós polgárok tevékenyen részt vegyenek az uniós szakpolitikai döntéshozatalban. A kezdeményezés sikerességéhez legalább 1 millió polgárnak kell aláírnia az iniciatívot az unió legalább 7 különböző tagállamából. Az itt megállapított szavazati minimumot el kell érni, így minél többen írják alá, annál valószínűbb, hogy az Európai Bizottság új uniós jogszabály elfogadására teszi majd a javaslatot. Fontos azonban megemlíteni, hogy a petíció sikeressége nem egyenlő új jogszabály megalkotásának kötelezettségével. Azonban felhívja az uniót irányító szervek figyelmét a videójátékiparban lévő fogyasztóvédelem hiányosságaira. Voltaképpen ez az egész aláírás gyűjtögetés ez arra lesz jó, hogy egy figyelemfelhívást tegyünk nekik, hogy európai szinten tegyenek valamit. Itt van például itt az oldalon látható két részleg még, amit még nem olvastam fel számotokra, és akkor itt elmondja nekünk, hogy kétféleképpen mentek neki ennek a célnak az elérésébe. Az egyik a cselekedj a The Crew-ért, a másik meg a kormányzati petíciók. A Crew nevű videójátékot, melyet a Ubisoft adott ki, nemrégiben játszhatatlanná tették mind a 12 millió játékos számára. Köszönhetően ezen magas játékos számnak és a Franciaország széleskörű fogyasztóvédelmi törvényeinek, ez jelenti az egyik legjobb lehetőséget egy kiadó felelősségre vonására. Ha sikerül vádat emelni a Ubisoft ellen, akkor ez elindíthat egy hullámot a videójátékiparban, ami meggátolja, hogy a kiadók további játékok halálát okozzák. A másik frontvonal, ahol igazából ezt az egész célt próbálják elérni, azok ugye a kormányzati petíciók. Hivatalos kormányzati petíciókat nyújtottak be azzal a céllal, hogy betiltsák a kereskedelmi videójátékok szándékos működésképtelenné tételének gyakorlatát, amikor a támogatás megszűnik. Petíciókat indítottak az Egyesült Királyságban, Kanadában, Ausztráliában, és most, amit aláírtatok, egész Európában. Néhány már lezárult, de még várunk a kormányzatok válaszára. Az európai polgári kezdeményezés különösen egy évig lesz nyitva. És ez lehet a legnagyobb hatalommal rendelkező kezdeményezés mindközül. Kérjük, írd alá, vagy mondd el róla másoknak. Vagy mondd el róla másoknak, ha teheted. Ez egy fura mondat a végén. Én szeretném, hogy ezt minél többen aláírjuk. Nem is feltétlenül azért, mert hogy a Crew az esetleg most annyira sok embernek hiányozna. És nem is feltétlenül azért, mert azt várjuk, hogy oké, a játékkészítők innentől kezdve a végtelenségig futtassák a szervereiket, hanem azért, mert valamilyen formában szabályozni kell azt, hogy mit szabad nekik, és mit nem szabad nekik. Tehát mondom, az 100%-ig nem vagyok benne, 100%-ig biztos vagyok benne, hogy az eléggé fogyasztó ellenes, hogy kapsz egy terméket, megveszed, és másnap már nem működik. Tehát
az egy elég érdekes dolog. De így ugyanígy az összes többi is, hogyha valamilyen terméket megvettél, akkor van ennek egy szavatosság ideje, az oké, okay, legyen, viszont akkor legyen ráírva. Tehát tudjátok, akkor legyen benne az, hogy oké, okay, ez a termék, erre garanciát vállalunk mondjuk 3 évre. Garanciálisan van, ugye? Mert pár év garanciát kapsz arra, hogy ez a telefon működni fog minimum addig, és ennek a tudatába veszed meg. Aztán utána, hogyha működik, akkor örülsz neki. De videójátékok esetében, ami konkrétan csak egy kód, az kicsit kételkedem benne, hogy miért kéne, hogy garanciális legyen, hogy eddig fog működni. Online játékok esetében el tudom képzelni, hogy ez megtörténne. De ugyanígy belenézhetnek, amint ugye ez a petíció eléjük kerül, onnantól kezdve belenézhetnek az ilyen fogyasztóvédelmi törvényt hozó személyek, hogy oké, nézzük csak, itt van ez a játék, ezt meg ezt ígérte meg, hát voltak éppen ezek közül egyiket sem hozta, amit megígért. Ha nagyon kedvesek vagyunk, illetve hogyha hülyének néznek minket, és mi hülyék is vagyunk, akkor tényleg beláthatjuk, hogy ez tényleg hozza, de voltak éppen, hogyha tényleg nagyon szigorúan nézed, akkor valójában nem azt csinálja, amit reklámoztak tőle, szóval követeljék vissza az emberek a pénzüket, kapják vissza. Hát nem azt a terméket kapták. Illetve ugyanígy azok a dolgok, amik kikerül egy játék, azt egy éven keresztül olyan bugos, hogy valami használhatatlan. Tehát kikerül ilyen tesztfázisba. Tessék, teszteld le a hülye játékodat. Itt van, figyeljetek, itt volt a 7 Days to Die, ugye, amiről beszélgettünk, hogy tessék, teszteld le a játékot a hülye konzolodon, aztán utána örüljél neki, hogy megveheted a teljes játékot. Fizess, hogy tesztelő legyél, aztán utána még fizess még, hogy a teljes játékot megkapd. Hú, ez annyira egy pofátlan dolog. PlayStation 4 meg az Xbox 1 nem tudja futtatni. Legyen. Akkor adjanak ki hozzá egy nem tudom, egy külön DLC-t, vagy valamilyen módon. Oldják meg. Meg tudják oldani. De ne az legyen a megoldás, hogy kiadjuk a teljes verziót pénzért. Tehát, hogyha két külön verziót kell fölrakniuk, mert úgy tudják megoldani, akkor annak, akinek megvan az eredeti verzió, az kapja meg a régit. Hát ilyet láttunk már 6 milliószor. Egyszerűen csak basznak megcsinálni ezt. Nem arról van szó, hogy ne tudnák megcsinálni, nem akarják megcsinálni. És ez csak, figyeljetek, ez a 7 Days to Die-os példa, ez csak az enyém, amelyik az én legközelebb szívemhez esik. Mert ezen kívül van több száz másik olyan eset, amikor vannak játékok, és eltávolítanak valamit belőle, hogy ne tudjál vele játszani, vagy nem kapsz meg egy frissítést, vagy bármi hasonló. Mondok egy másikat is, valamelyik Battlefield, vagy valamelyik kódnál, vagy valamelyik hasonlónál volt ilyesmi. Volt játékos bázisa az adott játéknak, sőt, többen játszottak azzal a játékkal, ha jól emlékszem, mint az új koddal, vagy az új Battlefield-del, már nem is emlékszem pontosan. Nem nagyon követem ezt a hírt, mert nem az én világom egyik játék sem. Minden esetre a régi szervereket megszüntették, csak azért, hogy az emberek megvegyék az új játékot. Ha akarsz játszani tovább, akkor vedd meg az újat. Na ez például, ez egy az egyben fogyasztó ellenes tett, mert látszik, hogy a régi terméked az tök fasza. Gondoljatok bele, itt van a telefon, olyan jó telefont készítettél, hogy 5 év múlva az emberek még mindig használják, mert annyira jól működik. És mit csinálsz? Távolról megnyomsz egy gombot, és lekapcsolod az összes telefont. De figyeljetek, nem én hozom a döntéseket, én azt mondom, adjuk át azoknak a kezébe a döntést, akik hozzák a döntéseket. Írjuk alá ezt a petíciót, töltse ki mindenki, és meglátjuk, hogy döntenek majd azok, akik okosabbak nálam. Én nem értek ehhez, de tudom, hogy ez nagyon fontos dolog. Lehet, hogy ti nem értetek egyet azzal, hogy én hogy látom a dolgokat. Szerintem nincs olyan ember a világon, aki nem érezné úgy, hogy a videójátékokban jobban bele kéne nézni a fogyasztóvédelemnek. Szóval írjátok alá ezt a petíciót. Ez a lényeg ennek a videónak. Olyan össze-vissza lett, amennyire lehet. Sziasztok!